Köszöntöm a nézőket! Néhány hét van már csak a felsőoktatási jelentkezések határidejéig. Addig még tájékozódhatnak a diákok, hogy merre szeretnének tovább tanulni. Ebben is segítséget szeretne nyújtani a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári kampusza egy nyílt nappal, illetve egy duális expóval, ami jövő héten szerdán lesz. Ezzel kapcsolatban vannak itt a vendégeim, Ősz Rita, rektori megbízott, és Varga Hajnalka, aki már ott tanul a Corvinus Egyetemen. Köszöntöm Önöket! Hát, ahogy mondtam, szerdán lesz ez, majd jövő héten szerdán ez a nyílt nap, ami segítséget fog nyújtani a diákoknak. Mi mindenre számítsanak azok, akik odalátogatnak majd szerdán? Azt hiszem, 10 órakor kezdődik majd a program. Pontosan, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Jövő hét szerdán ez a klasszikusnak mondható nyílt napunkat egy kicsit azzal bővítettük, hogy meghívtuk a duális partnereinket, de hogy kezdjem az elején, 10 órai kezdettel lesz az a klasszikus nyílt nap, amit a leendő hallgatók minden egyetemre ellátogatva tapasztalnak, hogy elmondjuk nekik, hogy miről szól az, hogy egyetemi lét, milyen a felvételi procedúra, mi az, amire oda kell figyelnünk, mik azok a határidők, amit be kell tartani, mert ugye a felvi.hu-n beadott jelentkezések azok 23 óra 59-kor pontosan zárnak, tehát ezt azért mindig kiszoktuk hangsúlyozni. Elmondjuk azt, hogy a Budapesti Corvinus Egyetemnek milyen képzései vannak, ezen belül milyen képzéseket talál meg itt helyben, tehát egy kvázi egy életpályamodellt próbálunk nekik fölvázolni, illetve meghívtuk azokat a duális partnereinket is, akik ugye a képzésünkbe nagyon sok támogatást adnak nekünk, mert hogy a Corvinus Egyetem Székesfehérvári kampusza, az a Budapesti Corvinus Egyetem duális képzési központja is egyben, és ugye ezt a képzési formát is igyekszünk bemutatni a leendő hallgatóinknak. Szóval egy egész jó kis átfogó program várja majd a diákokat. Tavaly ugye a pandémia miatt ez hát egy ilyen kicsit online-osra sikeredett, most ugye személyes jelenléttel valósulhat ez meg. Hajnalka, mióta hát tanulója vagy hogy hallgatója ennek az intézménynek? Én 2020. szeptemberében kezdtem itt az egyetemi tanulmányomat itt a Székesfehérvári kampuszon duális formában. És ha jól tudom, akkor gazdálkodás menedzsment. Igen, gazdálkodási és menedzsment szakon, alapszakon. Kellett-e egy ilyen nyílt nap ahhoz, hogy el tudja dönteni, hogy merre fele szeretne tovább tanulni? Hát én, amikor én voltam ebben a helyzetben, akkor nagyon-nagyon-nagyon sok nyílt napon részt vettem, illetve az edukáción is, és én ott hallottam először a Székesfehérvári kampuszról. A duális képzésről már hallottam korábban, de nekem ugye fő célom az volt, hogy egy jó egyetemre menjek, és hogyha duális képzésre van lehetőség, akkor az úgy még jobb. És akkor így a Székesfehérvári kampuszt választottam, vagy hát megjelöltem én is február 15-én, és nekem nagyon nagy segítség volt az, hogy tényleg amikor lezárult a jelentkezés, akkor a Székesfehérvári kampusz hát így felkeresett minket, akik jelentkeztünk, és így végigfogták a kezünket, hogy mire figyeljünk oda, illetve különböző cikkeket is kaptunk, tájékoztatásokat, a Facebook csoportba is bevettek minket, és akkor onnan is kaptunk ízelítőt, és mindenben segítettek nekünk, meg kérdésekre is elég jó válaszokat kaptunk, és ez nekem nagyon sokat tolt, hogy akkor ide jöjjek, mert más egyetem ezt így nem csinálta meg. Ugye mondtuk, hogy a Hajnalka a gazdálkodás menedzsment szakra jár. Ez az egyik legnépszerűbb szak, vagy milyen népszerű alapszakok vannak egyébként az egyetemen? Az egyetemen a két legnépszerűbb alapszakunk az a gazdálkodási és menedzsment. Pontosan azért, mert az egyetemi képzés keretében iszonyat sok specializációval rendelkezik, illetve a másik a nemzetközi gazdálkodás, ami angol nyelven folyik, és az is egy nagyon népszerű. Oda jönnek a külföldi hallgatók is. És itt hál' Istennek, hogy a Székesfehérvári kampuszon is ez a gazdálkodási és menedzsment szakunk ez indul. És úgy, hogy van olyan specializáció, ami csak itt indul, csak a Székesfehérvári kampuszon, ez a sportgazdaságtani specializáció, amire aztán majd épülni fog ugye egy mesterképzés is. És ugye, ha jól tudom, akkor a sportközgazdász mesterszakasz például egy kicsit ilyen unikális jelleggel van jelen itt Székesfehérvár képzési helyen. Igen, mert duális formában és nappali képzésben igazából nem elterjedt szak Magyarországon, sőt, unikális is, ahogy ön mondta.
Tehát más egyetemeken is van ilyen, illetve hasonló képzés, csak nem ebben a képzési struktúrában, illetve hát most ez egy, úgy gondolom, egy nagy hiánypótló, hogy a város fiataljai igényeire támaszkodva, mert nagyon sok sportoló hallgatóval, vagy leendő hallgatónkkal beszéltem már, akik azért mentek el másik egyetemekre, mert hogy elvégzik az alapszakot, és majd visszajönnek, de valójában ők sportközgazdászok szeretnének lenni. Tehát ez egy hiánypótló tulajdonképpen. Ugye a gazdálkodási és menedzsment szak azért valamelyest változott, ha jól tudom, akkor talán 2020-as évben, vagy a 2021-es évben, amikor ugye több éves lett a képzés, 4 éves lett a képzés, és hát egy külföldi tanulási lehetőséget is hordoz magában ez a szak. Ez is vonzó volt egyébként számodra, hogy esetleg külföldön is lehet tanulni? Igen, tulajdonképpen ez is tetszett, hogy a Corvinus biztosít erre lehetőséget. Igen. Igen, és egyébként ugye hallottuk, hogy sokféle specializáció van. Ezek közül, a specializációk közül mi az, ami téged vonzott, vagy ami tetszett neked? Nekem a kisvállalkozások menedzsmentje tetszett nagyon, mert úgy gondolom, hogy ez egy jó alapot fog adni ahhoz, hogyha majd egyszer lesz egy ötletem, hogy szeretnék egy saját vállalkozást, és akkor ez egy ilyen biztosabb alapot ad. Most vagyok éppen a specializáció váltás időszakában, és erre a specializációra is jelentkeztem. Mik egyébként így az eddigi tapasztalataid ezzel a szakkal kapcsolatban? Nekem nagyon tetszik, pontosan azért, mert hogy a gazdálkodás tudománynak nagyon sok részéből kapunk tudást, és hogy ez későbbiekben így segít majd, hogy melyik az a szféra, amelyikben igazán el szeretnék helyezkedni, és mert így, hát végzős fejjel még nem igazán tudtam, hogy pontosan melyik szféra mit akar magába, és akkor ez a szak, úgy gondolom, hogy ez jó alapot ad, hogy akkor kicsit közelebb kerüljek ahhoz, amit majd tényleg szeretnék csinálni. Így az alapszakokat tekintve egyébként, hogy nagyon emlegetjük ezt a gazdálkodási és menedzsmentet, de a turizmus vendéglátásra egyébként mennyire szoktak jelentkezni az emberek, illetve a többi alapszakot, az mennyire referáljál? A gazdálkodás és menedzsment alapszakunk mellett még van a pénzügy és számvitel. Ott is az a legvonzóbb, hogy olyan nemzetközi szervezetek által elismert az a diploma, ami abban a szférában, vagy abban a tudományterületben elég kimagasló, illetve van a turizmus vendéglátás alapszakunk még. Hát ide azért kb., hogyha összeadom a kettőt, akkor szokott ugyanannyi diák jelentkezni, mint a gazdálkodás menedzsment alapszakunkra. A turizmus vendéglátás is egyébként megjelenik a gazdálkodás menedzsmentben, mint specializáció, de külön szakként csak Székesfehérváron indul, és ugye még ennek az a plusz értéke, hogy tulajdonképpen ez még ráadásul duális képzési formában, és ahogy mi ezt tudjuk, itt viszont tehát a turizmus és vendéglátás szférának az igénye fogalmazódik meg ebben a képzésben, amit itt ugye a Velencei tótól egészen Balatonig bezár ez a térség, tehát iszonyat nagy lehetőségek vannak, hogy a duális partnerekkel tényleg egy proaktív együttműködés alakuljon ki a hallgatóink, illetve a partnerek között. Ugye a sportközgazdász mesterszakot azt már említettük. Milyen mesterszakok vannak még egyébként az egyetemen itt elérhető formában? Még egy szakunk van, ami csak levelező formában indul, ez a regionális környezetgazdálkodási szak, vagy környezetgazdaságtanszak. Ez is egy olyan hiánypótló, amit tényleg a régió számára olyan speciális ismereteket nyújt, amit a régióban elhelyezkedő szakemberek tudnak alkalmazni. A régióban itt viszont egy olyan, tehát a képzési forma az olyan gyakorlatorientáltá tud válni Székesfehérvár régiójában, ami a budapesti Corvinus Egyetemes képzéstől megkülönbözteti, tehát egy Budapest környékén nem tudnak olyan gyakorlati tapasztalatot szerezni. És ugye vannak szakirányú továbbképzések is, illetve egy, az biztos, hogy van, arról tudok. Yes. Szakirányú továbbképzésekben már többször gondolkodtunk. Tavaly került életre hívásra, hogyha ezt szabad így mondanom. A székesfehérvári nagyvállalatok összefogásával, illetve Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzata támogatásával egy olyan szakirányú továbbképzési szak, ami a középvezetők számára szól,
mert ott vannak állítólag az iparvállalatoknál hiányosságok, és ez egy olyan Magyarországon egyedülálló képzés, ezt egy kicsit ilyen nagyképűen is mondhatom, de egyébként büszke is vagyok tulajdonképpen erre. Egy olyan speciális konstrukcióba valósult meg, hogy Székesfehérvár város támogatásával az iparvállalatok felügyeletébe, tehát folyamatosan visszacsatolást kérünk, folyamatos az együttműködés, jönnek tanárok, illetve két egyetem összefogásával alakult ki ez a szak. Ez a két egyetem a Corvinus Egyetem, mint host egyetem, illetve az Óbudai Egyetem, mint társegyetem. Tehát igazából nincs köztünk ilyen téren rivalizáció. Tehát amit ez a régió kínál nekünk, illetve az iparvállalati szféra, az pont le tudjuk fedni, hogy a két egyetem nem riválisként, hanem partnerként dolgozik együtt, és ezt a tudást megadjuk, amit itt a városban, illetve a vállalatoknál a boldoguláshoz szükségeltetik. És ha jól tudom, akkor ez a szakirányú továbbképzés, ez már elindult, ugye? A ez tavaly évben, tavaly pont egy évvel ezelőtt indult, most szerveződik a második évfolyam, most is kértük a vállalatok segítségét. Az első éves tapasztalatokra építve azért egy kicsit változtattunk, illetve próbálunk mindig frissíteni a tanterveinken, de ez egyébként minden szak esetében így van, nem csak itt, de itt ugye sokkal élesebb az igény megfogalmazása a vállalatok részéről, illetve hát mondom, a város vezetése is nagyon odafigyel, és nagyon nagy segítséget ad nekünk ezáltal is. Tehát tényleg egy olyan szakról beszélünk, ami ebben a szférában egy életképes szaknak minősül. Ugye itt már szóba került a duális képzés, az összes alapszak egyébként az duális képzéssel kapcsolódik össze, tehát a duális képzés elérhető? Itt a Székesfehérvári kampuszon minden alapszakunk duális képzéses, igen, és a mesterszakunkból ugye az egyik, és az mesterszakból még kettő mesterszak budapesti székhelyi, vagy a budapesti kampuszon is működik duális formában. De bocsánat, a legnagyobb hallgatói tömeg az a Székesfehérvári kampuszon van duális képzésben. Ugye te is hát duális képzésben veszel részt, akkor ezek szerint. Mik a tapasztalataid, hogyan érzed magad, miért jó egy diáknak, hogy duális képzésben vehet részt? Hát az én tapasztalataim azok teljesen pozitívak. Én nagyon szeretem, hogy az egyetem biztosított erre lehetőséget, hogy duálisos hallgató lehessek. Mert úgy gondolom, hogy az a cégnél tényleg megtanulhatjuk a legnagyobb részét, az egyik legnagyobb részét így a szakkal kapcsolatban, illetve a tanulmányainkkal kapcsolatban, hogy mit is tudunk majd csinálni a diplománkkal, illetve mit fog ez érni. És tényleg nekem nagyon-nagyon pozitív a tapasztalatom, mert úgy kezelnek minket, mint hogyha főállású munkavállalók lennénk, tehát hogy teljes mértékű projekteket is kapunk, önálló munkaköröm is van, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem, illetve hogy az is egy jó szerintem ebben a duális képzésben, hogy ha elégedettek velem, akkor maradhatok is a cégnél, ami így pályakezdőként szerintem egy nagyon nagy könnyebbség lehet így a fiataloknak, hogy a diploma után van egy biztos pont tulajdonképpen az életükben. Természetesen ez nem kötelező, tehát ezt nem várják el tőlünk, hogy ott maradjunk, mikor befejezzük a képzést, de azért számítanak ránk, tehát hogy felajánlják a lehetőséget. Hogyan kell elképzelni egyébként, amikor egyetemi oktatás van, akkor és mikor mész a céghez, vagy egyáltalán a cégnél vagy kint, tehát ugye nekem ez egy kicsit ilyen elképzelhetetlen még. Hát ez úgy oldotta meg az egyetem, hogy biztosított nekünk hetente két napot, amit a duális partnercégnél végezhetünk gyakorlatot, és a héten a másik három napon pedig óráink vannak, az egyetemi órák, elmélet és gyakorlat, illetve vizsgaidőszakban pedig mindig megyünk, kivéve a vizsgákon, illetve hogyha szükségünk van egy-egy vizsgára kicsit többet készülni, akkor a partner cég is támogat ebben, és akkor kapunk ilyen tanulmányi szabadság jellegű szabadnapot. A duális partnereket nézve, hány partnere van egyébként így a Székesfehérvári kampusznak itt Székesfehérváron?
Székesfehérvári számot pontosan nem tudok, a sportközgazdász mesterszakunk miatt, mert ott ugye azért nem tudnék annyi sportegyesületet, de Székesfehérvár összes sportegyesülete duális partnerünk, és összesen 52 darab duális partnerrel rendelkezik a Corvinus Egyetem. Amikor valaki felvételt nyer az egyetemre, itt a Székesfehérvári kampuszra, akkor ő döntheti el, hogy melyik cégnél szeretne gyakorlatot kezdeni, vagy hát a duális képzésbe bekapcsolódni? Jelentkezés az teljesen úgy néz ki, hogy jelentkezik, nincs, tehát a felviben nincs megkülönböztet, vagy ez most duális, vagy nem duális. Ugye a hallgatói tájékoztatók, illetve a hallgatói, vagy a leendő hallgatói, tehát pont egy ilyen nyílt nap, illetve majd még lesz egy másik eseményünk, ahol csak a diákok fognak a felvételiről beszélni, mert most ugye a nyílt napon a szakfelelősök tájékoztatják, és lesz majd egy másik rendezvényünk, ahol pedig mint a hölgy is, aki itt jelen van velem, tehát a hallgatók fogják elmesélni, hogy mit jelent ez. Általában mindig a leendő hallgatók. Tehát azért is tartjuk ezt a duális expót, hogy egy kicsit kapcsolatot tudjanak teremteni, tehát hogy már célirányosan tudják azokat a cégeket keresni, aki duális partnernek kelljen, hogy majd a honlapon nézem, vagy hallottam, vagy hasonló, hanem célirányosan meg tudják a cégek is szólítani a leendő duális hallgatókat. Neked hogy sikerült céget találni, akihez aztán, hogy elmentél tanulni, és ahol dolgozol? Hát én az egyetem honlapján tájékozottam, és akkor igyekeztem több céget is felkeresni, és igen, ahonnan visszajeleztek, ott természetesen részt vettem ezen a kiválasztási folyamaton, és akkor úgy én is jobban beleláttam, hogy pontosan melyik cég mit csinál, mit várná el tőlem, mi lenne az én feladatom, mit tudnak nekem nyújtani, és én az alapján döntöttem most. Milyenek egyébként a ponthatárok, vagy milyenek a pontok, vagy mit kell teljesíteni ahhoz, hogy valaki Corvinusos diák lehessen, vagy hallgató? Hát a Corvinus Egyetemnek az egyik, hogyha diák szemmel nézem, egyik hátulütője, hogy iszonyat magas pontszámokkal dolgozunk, ez pontosan azért, mert egy olyan minőségi képzést biztosít ezután, tehát hogy a felvételi után a Corvinus Egyetem, amivel, hogyha egy kis túlzásra mondom, kvázi 30%-kal magasabb fizetéssel tud elhelyezkedni a Corvinusos hallgató, mint bármely egyéb más gazdasági képzésben, és nem szeretném a társegyetemeket vagy a társképzéseket ezáltal bármilyen negatív színben feltüntetni. Csak még jelen pillanatban több felmérés alapján a Corvinusos diploma értéke az igen magas, és pontosan ezért van az, hogy a felvételi pontszámok is kicsit magasabbak, de én úgy gondolom, hogy megéri a küzdelem, mert tényleg olyan tudást kapnak, amivel hát úgy mondjam, hogy Európában simán megállják a helyüket, és egyébként ez is az új rektori vezetés célja, hogy egy nemzetközi szinten is még jobban elismert Corvinusos diplomával kerüljenek ki a hallgatóink. Milyenek a keretszámok egyébként egy-egy alapszakon, hogy hány ember tudnak felvenni? Hát a keretszámok azok egy elég érdekes probléma, ez egy összetett történet, mert a keretszámok azok mindig abban az évben alakulnak ki. Azt tudni kell, hogy a Székesfehérvári kampusz 800 diák simán, tehát a 800 diák befogadására képes, tehát ide a kampuszra tulajdonképpen ez egy ilyen menekülési útvonala is a Corvinus Egyetemnek. Jó esetben ilyen 120-as hallgatói létszámmal tudunk mi indulni általában, tehát itt a kampuszon belül. De hogyha annyira jól teljesítenének a hallgatók, akkor a max. 300-at is be tudnánk fogadni. Ez lenne az álom kategória. Ez hát a realitások talaján nem valószínű, hogy meg fog valósulni. De tényleg magas a jelentkezés. Tehát tavaly is a 600-ból tudtunk csak 120-at fölvenni. Az ember fejében megfogalmazódik, hogy ezekért a képzésekért kell-e fizetni, vagy lehet-e úgy bekerülni, hogy az ember vagy ösztöndíjat kap, ugye van, ha jól tudom, akkor van ösztöndíj rendszer is, tehát hogy mik a feltételek, vagy miért igen, kell-e fizetni? Igen, ez egy ilyen, hogy úgy mondjuk ez a gyíkes kérdések, ez a gyakran ismétlődő kérdés, mert hogy ugye a felsőoktatási struktúra váltás során nagyon sok egyetem ugye elvileg magánkéz vagy magánegyetemként van, és nem államilag finanszírozott. Ettől függetlenül még a fogalmak keverednek.
Én igazából, hogy egyszerű legyek, és ne kelljen elmagyaráznom azt, hogy mit jelent az, hogy Corvinus ösztöndíjat kap valaki, azt tudom mondani, hogy elvileg be kell fizetni tandíjat, de nulla adósra ki lehet hozni a képzést, sőt, olyan szinten, hogy tehát ezt a Corvinus ösztöndíjjal lehet azt a befizetett tandíjat kompenzálni, vagy nulla adóssá tenni, de ezen felül olyan ösztöndíj rendszereink vannak, ami szociális alapon, társadalmi alapon, tehát az, hogy milyen társadalmi munkákat végeznek, és nem mellesleg, amit még szoktunk is mondani, hogy Székesfehérvár városa, tehát maga a város is támogat minket, illetve a hallgatóinkat, ez a minket szó alatt a hallgatóimat értem természetesen, mert évente 2-3 féle ösztöndíjat is kiszokott írni a felsőoktatásban tanulók számára, és ez még plusz. Tehát ez a budapesti kampuszunkon például nincs, tehát ahhoz képest ez egy unikális dolog. Erről van-e tapasztalatod? Hát én támogatottként kerültem be az egyetemre, és ez a Corvinus ösztöndíj rendszer, ez szerintem elég jól működik, mert tanulmányi átlag szerint sorolják be a hallgatókat, hogy ki jogosult erre az ösztöndíjra, ehhez el kell érni egy 3,8-es átlagot, és akkor azon felül állítanak sorrendet, ahogy engedi a rendszer, hogy ki támogatott, és én jól éltem meg eddig, mert eddig sikerült az összes pillémet így ösztöndíjasként eltöltenem itt az egyetemen, úgyhogy szerintem ez így jól működik. Nagyon fontos azért ennek az intézménynek az életében is nyilván, hogy a hallgatói lét az milyen, hogy hogyan érzik magukat azok, akik oda járnak. Mit lehet erről mondani? Hát én úgy veszem észre, és úgy is érzem magam, hogy mindenki nagyon-nagyon szereti ezt a kampuszt. Nagyon barátságos itt, így mindenki ismer mindenkit körülbelül ez a rend, vagy nem tudom, hogy fogalmazhatnék. Nagyon jó barátságok alakulnak, illetve kapcsolatok, illetve nagyon, hát na, így szeretjük egymást, vagy nem tudom, hogy fogalmazhatnék szebben. Igen, tehát, hogy mindenki nagyon szeret itt lenni, illetve a programokat is közösen csinálunk, illetve én kollégista vagyok, és például ott is nagyon jól így össze vagyunk így szokva egymással, tehát egy rosszat nem tudok mondani így a hallgatói létről. Szerintem megvan benne minden jó. Budapest is közel van, hogyha esetleg abba is bele akarnánk kóstolni egy kicsit, de akár Balaton irányába is elmehetünk, illetve itt Fehérváron is nagyon-nagyon sok lehetőség van, úgyhogy én abszolút nem bántam meg, hogy ide jöttem. Igen, most ez végre már egy kicsit egy olyan év, amikor talán a programokat azért jobban meg lehetett szervezni, azért a pandémia első időszakában ez egy kicsit nehezebb volt. Igen. És hogyha jól tudom, akkor azért ezen a helyen, tehát a kampuszon ugye kutatásokra is van lehetőség. Milyen kutatásokra kell gondolni? Még hogyha visszacsatolhatok egy gondolatot, ahogy én a hallgatóimat szeretném idézni. A hallgatók azt szokták mondani, akik Székesfehérvárra jönnek, hogy tulajdonképpen azért szeretnek itt maradni, mert itt nem csak, tehát itt Székesfehérváron megvannak azok az emberi kapcsolatok, hogy ugye ugyanaz a tanár brigáda dolgozik Székesfehérváron, mint Budapesten, mert én is például Budapesten tartok órákat, de nem mindegy, hogy 20 hallgató ül velem szembe, és mindegyiket ismerem, ha még én mondjuk a névmemóriám nem is jó, de arcról fölismerjük egymást, beszélgetünk egymással. Ugyanezt Budapesten nem tudom megvalósítani, tehát amikor 150 ember ül velem szembe egy előadáson, akkor, ahogy ők szokták mondani, tényleg csak egy neptunkótként tudom őket kezelni. Bár mindent megteszek természetesen ez, hogy ne így legyen. A kutatások tekintetében érdekes, mert van egy nagyon fantasztikus multifunkciós laborunk, ami többféle kutatási területnek a kutatását tudja támogatni. Ezeket próbáljuk, tehát ebbe a laborba próbálunk életet hozni. Idáig már most az utóbbi időben 2 kutatás zajlott, ezt pontosan a Corvinus Egyetem és a Prosperis Alba a kutatóközponttal közösen csináltuk. Itt ebbe a kutatólaboratóriumba társadalomtudományi kutatások, viselkedésgazdaságtani kutatások, szociológiai kutatások, illetve olyan lehetőségek vannak, amit a vállalati szféra számára is próbálunk propagálni, és már volt is érdeklődő ez ügyben, aki
fókuszcsoportos interjút gondolt, hogy csinál ott nálunk. Illetve még egy olyan célunk is van, hogy ahogy mondtam, hogy próbál a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Kolumbusza egy kvázi életpályamodellt biztosítani. Pontosan azért, hogy egyik célunk az, hogy a székesfehérvári fiatalok ne menjenek el a városból, mert ahogy Hajni is mondta, hogy igazából mindent megtalál itt, csak hát azért még Budapestnek mindig van egy ilyen misztikus vonzereje, és amikor megtapasztalja az ember, akkor ugye rájön, hogy ez csak egy misztikum. Tehát, hogy olyan, hogy ugye van alapszakunk, mesterszakunk, és van egy szakirányú továbbképzési szakunk, de hiányzik onnan egy lépcső, amit úgy hívunk, hogy doktori képzés, és pontosan ezzel a kutatási helyszínnel, tehát erre a multifunkciós laborral próbáljuk meg azt, hogy a doktorandusz hallgatókat is idehozni, illetve majd a külföldi hallgatókat is levonzani ide, és ezáltal azt a lépcsőt is egy kicsit pótolni, ha nem is önálló doktori képzése lesz a Székesfehérvári kampusznak, de doktorandusz hallgatók, ha itt megjelennek, akkor ugye valamilyen szinten lehetőséget biztosítunk a hallgatóinknak, hogy már elég korán bekapcsolódjanak kutatásokba, és akkor ezáltal ugye ők már például egy alapszakos hallgató elkezdhet TDK-t, ez a tudományos diákköri konferencia munkákat végezni, és így vonnánk be, hogy tényleg teljes legyen ez az életpályamodell. Ugye mondta, hogy vonzó Székesfehérvárra, hogy az ország egész területére jönnek. Én mondjuk azt hittem, hogy székesfehérváriként tanulsz ide, ugye hát kollégista vagy. Milyen kollégiumi tapasztalatok vannak? A kollégium szerintem nagyon jól felszerelt, sokkal jobban, mint amiket előtte láttam, illetve nyílt napokon, amikor voltam az egyetemeken, ott tapasztaltam. Konditerem is van például a kollégisták számára, az is elérhető. Ezen kívül egy vagy két jól felszerelt tanulószoba is van, ahol az egyikben számítógépek is vannak, tehát azt is tudjuk használni, és ott csoportosan is szoktunk tanulni, úgyhogy nagyon jó. Légkondicionált, szóval, hogyha így nyáron, vagy akár így tavasz végén melegebb van, akkor azt is tudjuk használni. És a konyha az most tavaly lett felújítva, aminek nagyon-nagyon örülünk, és igyekszünk is megbecsülni. És úgy tényleg nagyon szép, modern, felszerelt, jó infrastruktúrát a kollégium, szóval ott tényleg lehet életvitelszerűen is élni, szerintem. Én nagyon szeretem. Hány férőhelyes egyébként a kollégium, és mit kell tenni azért, hogyha valahogy valaki bekerülhessen? Elvileg 52 férőhelyünk van, tehát ott helyben 52 férőhelyen rendelkezünk, de ahogy mondtam, nem csak a képzésben, hanem partneri kapcsolatban vagyunk a másik egyetemekkel. Van is olyan tervünk, hogy majd az ő általuk felújított kollégiumban milyen speciális úgynevezett szakkollégiumi tehetséggondozás címszóval majd mennek korvinuszos diákok is. Tehát, hogy oda is szoktunk irányítani hallgatóinkat, de igazából itt helyben tulajdonképpen az 52 ember nagyjából papucsba mehet órára, aki ott a kollégiumban van. Illetve még azt megemlíteném, hogy ez az egész kampusz ez úgy lett kialakítva, hogy iszonyat sok közösségi tere van. Tehát pontosan az, amit a Hajni is mond, hogy tanulószobák, konzultációs szobák, a könyvtárban is vannak olyan kis zugók, ahol lehet tanulni, illetve maguk a kampusznak a közösségi, vagy tehát azok az aulái is olyanok, ahol nagyon sokszor láttunk csoportosulásokat, és nem csak az esti programot beszélték át, hanem a tananyagot tanulták, meg beszélgették át, meg projektfeladatokról beszélgettek a hallgatóink, úgyhogy ez nekünk nagyon jó visszajelzés. Igen, ugye beszéltünk már itt a hallgatói életről is, illetve a kollégium életről, de ha jól tudom és ha jól is láttam, akkor azért a külső környezetben is van lehetőség, majd ha jó idő lesz, akkor kikapcsolódni. Igen, azt a teret is szeretnénk tavaly, hát az is pont a pandémia közepén került átadásra egy kültéri kondipark, aztán utána egy kis pályás labdarúgó komplexum, illetve hát maga a két épület közötti tér is egy közösségi tér. A város bizonyos, tehát a hallgatói szervezetekkel, illetve a városvezetéssel, illetve sportszövetségekkel pont azon dolgozunk, hogy ezeket a tereket élettel töltsük meg, tehát például már terveztünk egy ilyen egyetemi labdarúgó tornát, illetve szeretnénk azt a teret is, ami a két épület között van, olyan térre alakítani, ahova a fiatalok szívesen jönnek,
Vagy még azt is mondom, hogyha nagyot merünk álmodni, már pedig miért nem merjünk nagyot álmodni, hogy a városnak is az egyik ilyen frekventált közösségi tere lesz, tehát itt próbálunk ilyen dolgokat megszervezni. Hát ez most mindegyik nehézkes, mert azért még már a nagy hullámok elmentek, de azért minden szervezés mögött ott van, hogy B-tervel kell dolgoznunk, mert ki tudja, hogy mikor jön egy újabb lefújás, de ezek a terveinkben vannak, tehát én nagyon bízom benne, hogy például tavasszal akár ülhetek itt a stúdióba is arról beszámolva, hogy milyen egyetemi sportnapot, vagy milyen sportkupába való bekapcsolódást indikál a Corvinus Egyetem, illetve az a lehetőség, ami ott a Corvinus Egyetem környékén van. Hát most szerdán akkor még lehetőségük is lesz azoknak, akik elmennek, hogy megtekintsék ott a környezetet, megnézzék a B-épületet, az A-épületet, hogy tényleg mennyire szép maga a környezet is. Akkor azok, akik szerdán szeretnének elmenni, mit kell tenniük ahhoz, hogy elmehessenek? A szerdán, aki eljön, mindenkit nagy szeretettel várunk természetesen. Mi kértünk egy előzetes regisztrációt, amit a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári kampuszának Facebook oldalán találnak meg, akik arra járnak, illetve akik szeretnének jönni. De természetesen ez nem akadály, hogyha valaki nem regisztrált. Ugye ezt a középiskolás diákok jobban tudják, mint mi, hogy milyen igazolást kapnak azért, mert eljönnek egy nyílt napra. Tehát azért itt utolsó pillanatos jelentkezők is lesznek, ami viszont nagyon fontos, hogy védettségi igazolvány az kell sajnos, mint minden rendezvényhez, azt hiszem ez nem is olyan újdonság, illetve hogy maszkban kell majd belépniük. Ez az rendezvény, ahogy mondtuk, ez jelenléti rendezvény, tehát mindenki a helyszínen kérdezhet direktben, aztán utána való héten lesz, amit már említettem, amikor a hallgatók fognak magáról a felvételiről, illetve a Corvinus Egyetemről, oda várunk majd középiskolás diákokat is, akik elmondják, hogy miről szeretnének a mi hallgatóink nekik reflektálni. Az viszont online lesz, tehát az egy közvetítés formában fog megvalósulni, de tulajdonképpen most is tervezzük, hogy az alapszakokról szóló beszámolót, illetve a szakfelelősi tájékoztatót, azt fölvesszük, és ezt is közé tesszük. Tehát ha valaki véletlen valamilyen formában lemaradna a szerdai eseményről, reméljük nem lesz ilyen, mert én úgy tudom, illetve a középiskolás diákokkal beszélgetve, én úgy érzem, hogy van is igényük arra, hogy most már végre közvetlen módon találkozzanak velünk, mármint a velünket ugye a szakok felelőseivel, illetve a hallgatóinkkal értem, de azok is visszanézhetik mind a Facebook oldalunkon, mind a YouTube csatornánkon, mert a Székesfehérvári kampusznak saját YouTube csatornája is van. Illetve, ahogy Hajni mondta, vannak olyan Facebook oldalaink, tehát például van egy olyan kimondottan, amit csak felvételivel, vagy a felvételihez vonatkozó döntéssegítő cikkekkel jelenik meg, ez pedig van egy olyan csoportunk, ami úgy hívjuk, hogy Corvinusos leszek Székesfehérváron a Facebook csoport. Ez egy zárt csoport, ide jelentkezni lehet, régi hallgatóink is szoktak ott még szólni, hogy ez a lehetőség van az, de igazából ide tesszük fel azokat, hogy próbáljuk megmutatni, hogy miért vonzó a Corvinus Egyetem a Székesfehérvári kampusz tekintetében. Hát köszönöm szépen, hogy a vendégeink voltak, és hogy egy kicsit jobban megismerhették a nézők egy hallgató szempontjából, illetve a rektori megbízott szempontjából is, hogy milyen ez az intézmény, és miért is érdemes ide bekerülni. Köszönöm szépen, hogy a vendégeink voltak. Köszönjük mi is. Kedves nézőink, Önöket pedig hát arra buzdítjuk, hogy aki teheti, illetve aki végzős, vagy még keresi, hogy hova menjen tovább tanulni, az látogasson el szerdán délelőtt 10 órától a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári kampuszára, hiszen érdemes lesz, előadások lesznek, megismerhetik egy kicsit jobban az intézményt, és a duális képzés is megismerhetik egy expón keresztül. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!